Az Evosoftot egy hatalmas cégnek élem meg. Leginkább azért, mert hogyha elkezdek azon gondolkodni, hogy kik azok a kollégák, akik számomra itt nagyon fontosak, akkor végeláthatatlanul tudom sorolni ezt a listát. Az ELTE programtervező informatikus szakán végzettséget szerzett Petényi István 2018 márciusától tölti be az Evosoft Hungary Kft. Ügyvezetői pozícióját. Elődjéhez hasonlóan az Evosoftos karrierjét szoftverfejlesztőként kezdte. 2018-ra már 13 éve volt az Evosoft csapatának a tagja. Vezetése alatt 2020-ra a cég árbevétele elérte a 27 milliárd forintot, a munkatársak létszáma pedig meghaladta az 1400 főt. Az első munkanapom 2005. július 14-én volt, és egy nagyon különleges emlék fűződik hozzá. Igazándiból nem is ehhez a naphoz fűződik, hanem két nappal korábban, amikor felvételizni voltam az Evosoftnál. Én délelőtt a Siemensnél voltam a Gizella úton interjúzni, és akkor még fogalmam sem volt arról, hogy az Evosoftnak és a Siemensnek milyen kapcsolata van. És aztán délután, ugyanazon a napon délután volt az Evosoftnál az interjúm, és aztán végül úgy alakult, hogy úgy döntöttem, hogy az Evosofthoz jövök. Nekem ez ilyen vicces volt, hogy ott derült ki számomra, hogy igazándiból egy helyen voltam felvételizni, és a két különböző telephelyen. 2018. február elejétől töltöm be az ügyvezetői pozíciót. Arra emlékszem, amikor bejöttem ebbe az irodába úgy, hogy ez már az én irodám, akkor szembesültem vele, hogy habár sokat voltam előtte is ebben az irodában, hogy ez mennyivel nagyobb iroda, mint az, hogy az emlékeimben volt. Nagyon sok kedves kolléga gratulált, nagyon jól esett, mindenki arra volt kíváncsi, hogy hogy élem meg, hogy érzem magam. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy a német kollégák, az üzleti partnerek egyáltalán nem lepődtek meg ezen, hogy én lettem az ügyvezető, és azonnal gyakorlatilag teljes mértékben úgy kezeltek, mint hogyha mindig ezt csináltam volna. A legemlékezetesebb pillanatom az, amikor részt vettünk az új irodaépületnek az alapkő letételén. Egyrésztről azért, mert soha nem vettem még részt egy ilyen monumentális építkezésnek az ilyen ceremóniáján, de az, hogy ott volt Busch úr, aki a Siemens jelenlegi elnök vezérigazgatója, akkor még ugyan nem volt, az várományosa volt már annak a pozíciónak, ez egy külön méltóságteljességet adott ennek az egész rendezvénynek, és nagyon örülök annak, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én képviselhettem az Evosoftot ezen a rendezvényen. Amiben rengeteg munkát fektettünk, és én már látom ennek a munkának a gyümölcseit, az például az, hogy ahogyan az Evosoftos kultúrát alakítottuk át az elmúlt időszakban, és itt gondolok azokra az elemekre, amely tényleg a felhatalmazásról szól, arról, hogy törekszünk folyamatos beszélgetésben maradni a kollégáinkkal. Ezeket sikernek könyvelem el, és sikeresen élem meg, és hát természetesen az új irodaház. Ahhoz, hogy meg tudjuk tartani ezeket a középvállalati értékeket, ezt a családias hangulatot, ahhoz nekünk vezetőknek az egyik legfontosabb feladatunk, hogy folyamatosan kommunikációban, valamilyen fajta társalgásban maradjunk a kollégákkal. Én ennek tudom be a webcastot, a különböző fórumainkat, a Gemba talkokat, Gemba walkokat, amelyek elvezetnek bennünket azokba a szituációkba, ahol meg tudjuk élni ezeket az értékeket. Ezeket tartom a legfontosabbnak, illetve hát természetesen azt, hogy ezt nem csak én és az executive management, hanem a teljes középvezetői réteg is és a felsővezetői réteg is ugyanúgy csinálja, mint ahogyan mi. Az elmúlt időszakból olyan kihívásokkal kellett szembenéznünk, mint a piacon nagyon-nagyon sok mindenki másnak, tehát egy nehéz gazdasági időszakban vagyunk, illetve egy nehéz gazdasági időszaknak remélhetőleg most már legalább a közepén, vagy inkább a végén. Én mondjuk kihívásként éltem meg talán azt is elmondhatom személyes aspektusból is, hogy nem feltétlenül pozitívan éltem meg az a MindSphere témának hogy elment Magyarországról és áttelepítették máshová. Főleg azért, mert annak idején ennek a felépítésében én magam is sokat tevékenykedtem, és hát nem volt ezt annyira könnyű látni és megélni. A jövő Evosoftját olyannak látom egyrésztről, hogy mindjárt a közeljövőben egy nagyon impozáns nagy új irodaházban fogunk dolgozni. Azt gondolom, hogy továbbra is mindenféle state of the art technológiákkal fogunk foglalkozni. Híresebbek leszünk, láthatóbbak leszünk itt Magyarországon a piacon, köszönhetően annak a mandátumnak, hogy kiléphetünk a Siemens-es határokon túlra is, és talán ezt nem csak Magyarországon, hanem akár Közép-Európában is tudjuk érvényesíteni. Tovább fejlődünk abból a tekintetből is, hogy nem biztos, hogy csak olyan kollégáink lesznek, akikkel az irodaházban nap mint nap összefutunk, hanem a mostani kialakuló munkaerőpiaci trendeknek megfelelően számos kollégánk akár a világ különböző pontjain
része lesz az EOSoft közösségnek, és távolról fognak bennünket támogatni, velünk együttműködni.